Egy szexádi szociális otthonban lakott a 40 éves férfi, aki az akkor mindössze 12 éves áldozatot molesztálta. A vádlott súlyos mentális gondokkal küzdött már az elkövetéskor is. A fiút miután megismerte, találkozóra hívta, ahol egy gázöngyújtó töltőt nyomott a szájába, amiből a kiskorú sértett többször is inhalált, ettől bódult állapotba került. A férfi akkor egy betonoszlopnak szorította őt, majd felszólította, hogy vegye elő a nemi szervét. Nagyjából 10 másodperc volt, mire a kisfiú felfogta, mi történt, és ellökte magától a támadót, majd elmenekült a helyszínről és feljelentést tett. Elítélte a bíróság a vádlottat kóros szenvedékeltés vétségében, szexuális visszaélés vétségében és személyi szabadság megsértésének büntettében is. Ezért a vádlottat halmazati büntetésül 1 év 10 hónap börtönbüntetésre ítélte, ennek végrehajtását azonban 3,5 évi próbaidőre felfüggesztette. A férfit emellett eltiltották attól is, hogy élete során bármikor kiskorúakkal foglalkozhasson hivatásszerűen. A 12 éves fiút molesztáló vádlott tehát egyelőre nem megy börtönbe, de ha a felfüggesztett ideje alatt bármit elkövet, akkor azonnal bezárják.